Rektori konferencia, plenáris ülés a Nyíregyházi Egyetemen. Bánki siker, 12-ek lettek a nyírádi futamon. Fesztiválon innen és túl, konferencia a Magyar Fesztivál Szövetség közreműködésével. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! A Nyíregyházi Egyetemen tartotta a plenáris ülését a Magyar Rektori Konferencia. A felső oktatás aktuális ügyei mellett innovációs feladatokról és a magyar tudomány helyzetéről szóló beszámoló is a testület elé került. A több mint 60 egyetemet átfogó szervezet rektorait, bizottsági elnökeit, a határon túli felsőoktatási intézmények képviselőit és az állandó meghívottakat köszöntötte a Rektori Konferencia soros elnöke, a Műegyetem rektora. Mára már közismert, hogy az egyetemek kormányzati szinten átkerültek az EMMI-ből az Innovációs és Technológiai Minisztériumba. Nagy volt a várakozás, hogy a felsőoktatás számára új minisztériumban milyenek az elképzelések az egyetemekkel kapcsolatban. Az egyetemek számára futnak a különféle pályázati felhívások, például az úgynevezett nemzeti innovációs ökoszisztéma kialakítására. Már szerintem a bírálati folyamat végén van az ITM egyik nagyon fontos háttér intézménye, az NKFI, a Nemzeti Kutatásfejlesztés és Innovációs Hivatal, úgyhogy az az én MRK elnöki várakozásom, hogy az eddig is meglévő, nem alacsony színvonalú magyar felsőoktatási innovációs tevékenységet egy még szervezettebb forma váltja föl, ahol azok a tehetségek, amik a mi kezünkben vannak, még inkább kibontakozhatnak. A felsőoktatási államtitkár és az innovációért felelős államtitkár is meghívott vendége volt a konferenciának. Expozéval készültek az első találkozásra a felsőoktatási intézmények legfontosabb grémiumának tagsága elé. Arról fogok beszélni az előadásomban, hogy egyrészt milyen kihívások előtt áll a felsőoktatás, arra milyen megold. Hát egyrészt van egy demográfiai kihívás, tehát nincs annyi gyerek, mint ezelőtt 5-10 vagy 15 éve, tehát erre valami fajta választ kell adnunk. Itt az egész negyedik ipari forradalom, ami átrajzolja az egész gazdaságot és a társadalmat, erre az egyetemeknek képzéssel, kutatással valamilyen módon felelni kell. A harmadik dolog pedig az, hogy hogyan tudnak az egyetemek igazi innovációs ökoszisztéma központokká válni. A helyettes államtitkár arról is nyilatkozott, hogy jövőre az állam kutatásfejlesztésre 32 milliárd forinttal nagyobb összeget szán. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a tanulásra fordított pénz a legjobban megtérülő befektetés. Élővé vált a kapcsolati háló, ami körülveszi az egyetemeket a mai valósággal. A szakképzés a felsőoktatás, illetve a társadalmi gazdasági élet szereplőinek együttműködését hangsúlyozta Nyíregyháza polgármestere is. Én azt remélem, hogy az a fejlesztés sorozat, ami zajlik Nyíregyházán, az segíteni fogja egyrészt a felkészült szakembereket igénylő új munkahelyek, másrészt a nagy cégek és kis középvállalkozások együttműködése, például a Nyíregyháza Egyetem működését, ugye napokban adtuk át a Tréner Kft.-nek a pilóta képző új oktatási központját, és az önkormányzat ezt kiemelten koordinálja, segíti, lehetőségét szerint támogatja. A Nyíregyházi Egyetem számára megtisztelő, hogy a rektori konferencia elfogadta a meghívást, hiszen 13-15 éve találkozott utoljára itt a testület. Jelentős esemény ez, hiszen a magyar egyházi állami tagozat, magántagozat és a határon túli magyar egyetemek képviselői vannak itt. Tudomásom szerint körülbelül 70 felsőoktatási intézmény képviselteti magát, és ez a konferencia nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy megbeszéljük a felsőoktatás aktuális kérdéseit. A résztvevők előadást hallgattak a Bologna folyamat víziójáról és a 2020 utáni tematikus prioritásokról. A változásnak megfelelően módosították a rektori konferencia alapszabályát, és megválasztották a felügyelőbizottság tagjait.
A fantasztikus 12. helyezést ért el a nyíregyházi Bánki Donát műszaki középiskola csapata a nyírádi 24 órás rallycross versenyen. Az iskola alapítványa vásárolt egy autót, amit a tanárok és diákok közösen készítettek fel a megmérettetésre, és a Derbin is tanár-diák tím által sarat. A bánkisok a legfiatalabb csapatnak járó külön díjat is elhozták, és páratlan módon egyedüli középiskolaként vettek részt az őrült futamon. Megtapsolták a Bánki csapatát a 24 órás nyírádi verseny után. Meg is érdemelték az ünneplést a 27 fős stáb, tanárok és diákok közösen időt és energiát nem kímélve fantasztikus eredményt értek el. 85 csapat közül a Bánki Team 12. helyen ért célba Nyírádon. Egy 1991-es évjáratú Volvo 940-est készítettek fel a nagyszabású versenyre. Szinte el sem hitték az eredményt, mert a szándékuk csupán az volt, hogy az autó és a stáb bírja ki az embert és a gépet próbáló futamot. Több száz bánkis diák ünnepelte a rally verseny résztvevőit csütörtök délelőtt az Alma Mater aulájában. A csapat tagjait egyenként köszöntötték és bemutatták, hogyan készült el 3 hónap alatt a rally autó, és milyen volt átélni a versenyt. Az is kiderült, hogy egy 17 fős technikai személyzet dolgozott azon, hogy a jármű bírja a megpróbáltatásokat, és 10 sofőr vezette a gépet a 24 óra alatt. Ez az áramtalanító, ezt kellett felkapcsolni, ez a gyújtás, és ezzel indítunk. A 22 éves Nagy Zsolt bánki öregdiák kétszer is vezette a futam alatt a járművet, azt mondta, nagyon élvezte a versenyt. Hát igazából ugye el volt osztva, hogy ki mennyit vezet, igazából mindenki 2 órát vezetett. Én vezettem reggel, Dominik után, aztán pedig én hoztam be a Volvo-t a célba. Hát hatalmas élmény volt, megmondom őszintén, ez egy ilyen életre szóló élmény, és köszönöm szépen tényleg a bánkinak, hogy ezt nekem megadta, és versenyezhettem velük. A bánkisok a legfiatalabb csapatnak járó külön díjat is elhozták Nyírádról. Sikerük azért is páratlan, mert középiskolaként csak ők indultak a versenyen. Rendkívül összehangolt csapatmunka kellett ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük. Oda tették magukat mind a szerelőink, mind a sofőrjeink, és folyamatos ébrenlét mellett a legmagasabb technikai színvonal által sikerült elérnünk ezt. A tervek szerint a viseltes Volvót a megpróbáltatások után nyugdíjazza a bánki tím, de ez nem jelenti azt, hogy a középiskolásoknak ez lett volna az első és utolsó versenyük. Új géppel szeretnének indulni a következő megmérettetésen, de ha másképp nem megy, akkor a jó az öreg a háznál alapon, ismét kezelésbe veszik, és ezzel vágnak neki a 24 órás derbinek. Kulturális alapú gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatására hívták a megyében dolgozó közművelődési és turisztikai szakembereket. A konferenciát a Váci Mihály Kulturális Központban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Magyar Fesztivál Szövetség közreműködésével rendezték. A térségben dolgozó turisztikai szakemberek, egyetemisták és a Sipkai Szakközépiskola diákjai jelenlétében zajlott a fesztivál konferencia. Abban a megyében, ahol a Vidor, a határon túli színházak kisvárdai fesztiválja, vagy a Lesz Fest is működik a közönség örömére. Mi egy érdekképviselet vagyunk, egy szakmai információs csere, 220 fesztivál a tagunk, és tulajdonképpen meghányjuk, vetjük a világ dolgait, és tapasztalatokat adunk át egymásnak, és hasznosítunk is tapasztalatokat. Való igaz, hogy a Kisvárdai Fesztivál nem csak a tartalma miatt, ami ugye határon kívüli magyar színházakat mutatja be, hanem maga a történelme miatt, hisz az egyik legrégebbi színházi fesztiválunkról van szó, vagy akár a Vidor Fesztivál, amelynek szintén van egy nagyon értékes múltja, amely ugye meghatározza a jelent is, és remélhetőleg a jövőt is. De hát a környéken még akár a Panyola Fesztet is mondhatnám, ami egy kis településen zajlódó igazi minőségi fesztivál. Azok az igazán jó fesztiválok, melyek önálló arculattal rendelkeznek és figyelembe veszik a helyi környezetet, ahol megszületnek és ahol befogadják az eseményt. Társadalmi szerepet is betöltenek, legyen a zenei, színházi, népművészeti, közösségi, akár gasztrokulturális fesztivál. Ma Magyarországon 4500 fesztivált, vagy magát fesztiválnak nevező eseményt jegyeznek a búcsútól a falu napig. Ebből 250-300 rendezvény képvisel minőséget, fogalmazott a 220 tagot számláló Magyar Fesztivál Szövetség elnöke. Fontos, hogy az ötlet, hogy legyenek álmok, tudjunk álmodni, és ezeket az álmokat meg is tudjuk valósítani. És hogyha itt valakik a közönség közül egy picit is úgy érdeklődnek a fesztivál élet iránt,
mondjuk a tanulmányokon kívül is, akkor itt kaptak egy ízelítőt és információt arról, hogy hol lehet alap információkat beszerezni. Tehát itt megjelent egy kiváló könyv, egy 2016-os fesztiválkutatás, a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Fesztivál Szövetség közös kiadványa. De az interneten keresztül, a neten keresztül is próbáltam elmondani, hogy hol lehet hozzájutni olyan anyagokhoz, amelyeket ők akár a szakmai gyakorlatként föl tudnak fogni. Az Európai Fesztivál Szövetség 4 éve meghirdette a Euro for Festivals projektet. Több mint 1000 jelentkező közül 30 magyar esemény került be a minősítési rendszerbe, mely anyagi javakkal ugyan nem jár, de rang, használhatja a logót, illetve a marketingében a címet, mint például a Vidor is. Gazdasági szempontból szerintem a város, illetve a városnak a különböző vendéglátó egységei, szállodái járnak a legjobban. Ezen keresztül természetesen az adóbevételek a várost is erősítik. A színház anyagi szempontból egyáltalán nem profitorientált. Mi amennyi támogatást össze tudunk szedni a fesztiválra, annyit költünk rá. Tehát itt soha nem marad profit, nincs veszteség, amennyi pénzt össze tudunk szedni támogatásokból, annyit költünk a fesztiválra. Idén már a 2020-as 19. Vidor Fesztivált szervezik a Móricz Zsigmond Színházban, mely a 2002-es ötlet nyomán hiánypótló jelleggel lett a Vígjátékok házigazdája, majd összművészeti fesztivál az utcaszínháztól a bábjátékon át a világzenéig. A cél nyilván minél több néző figyelmét a színházra irányítani, így lett a Móricz Zsigmond Színház brandépítésének is eszköze a Vidor. Nincs szó róla, hogy a nem kormányoldali vezetésű települések nehéz helyzetbe kerülhetnének, vagy elesnének a forrásoktól a jövőben, mondta Balczó Zoltán Nyíregyházán. A Jobbik országgyűlési képviselője ezt azért szögezte le, mert szerinte megjelent egy ezzel ellentétes irányú, félrevezető kommunikáció. Balczó a sajtótájékoztatóján emlékeztetett, az önkormányzatok a feladataik ellátásához kapnak központi normatívákat, és vannak saját bevételeik, és például jobbikos vezetésű településeken is több uniós forrásból származó beruházás készült el. A képviselő az Európai Ügyészséghez való csatlakozását szorgalmazta az országnak. Szerinte azért is fontos a választás, mert az önkormányzatok megválasztása nagyban befolyásolja, hogy a továbbiakban milyen hasznosan fogják felhasználni ezeket a rendelkezésre álló forrásokat. A városban történt fejlesztések túlnyomó többségében Európai Uniós forrásból épültek. Ezt már Lengyel Máté önkormányzati képviselő tette hozzá. Szerinte nem a nyíregyháziakkal közösen lettek kigondolva a fejlesztések. Úgy látja, Nyíregyházán a helyi kis- és középvállalkozásokat kellene fejleszteni, mert szerinte a multinacionális cégekkel az a probléma, hogy a fejlesztések az ő profitjukat növelik, s nem teremtenek minőségi munkahelyeket. Ami nagyon fontos a fejlesztések tekintetében, az Európai Uniós forrásból megvalósult fejlesztések tekintetében, hogy Nyíregyházán is túlnyomó többségben olyan gazdasági érinkítő fejlesztések valósultak meg, amik multinacionális cégeknek a fejlesztését segítették elő, és olyan multinacionális cégeknek a fejlesztését, akiknek a munkája elsősorban az olcsó futószalag melletti bérmunkára épül. A Kezdet címmel kiállítás nyílt ma délelőtt a József András Múzeumban. A most 9 éves Bánhegyi István András a szlovákiai király Helmecen született. Még 4 évesen volt, amikor elkezdte a második osztályt. Iskolai előmenetele kitűnő, nem csoda, hogy minden évben igazgatói kitüntetéssel végzett. Több nyelven ír, olvas, beszél angol, szlovák, magyar és olasz nyelveken. Tökéletesen siel, úszik, kerékpározik. Intelligenciája 140 fölött van. Kedvenc hobbija a festészet, amit szintén intenzíven gyakorol. Legszebb képeiből eddig több helyen is kiállítás nyílt, mint például Prágában, Pozsonyban, Kassán, Miskolcon. Bánhegyi István András fiatal festőművész, az Artem Művészeti Társulat tagja Szlovákiában. A most kiállításra kerülő képeiben megdöbbentő őszinteséget és a jövőre vonatkozó üzeneteket, jóslatokat fedezhetünk fel. Alkotásai azt mesélik el rólunk, amit mi észre sem veszünk.
Október 6-án a könyves vasárnappal zárul a hétfőn induló országos könyvtári napok egy hetes programja, mely közel 600 eseményt kínál a megye lakosságának. A tematika az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerére épül, melyben egy átalakító jellegű jövőkép szerepel. Szeptember 30-án Benedek Elek születésének 160. évfordulóján a Magyar Népmese napját ünneplik a könyvtárban. Az egésznapos meseolvasást Buda Ilona népdal énekes műsora színesíti. Idén az országos program iroda a könyvtárak az emberért felelősségünk a földért című programot és ehhez kapcsolódó tematikát határozta meg a könyvtáraknak, és e köré csoportosítottuk a témáinkat. Ebbe beletartozik ugye a népmese napja, a mesehatalma, illetve a négy elem, a föld, víz, az élővilágunk, a természetvilág, és e köré szerveztük természetismeret terjesztő programjainkat, író-olvasó találkozókat, zenei előadásokat is szerveztünk. A mesenap után a lét meghatározói címszó alatt kedden ingyenes szűrőprogram, illetmód tanácsadás, természetgyógyász és csillagász előadása következik. Klímaváltozás a szerdai nap címe és témája, mely a globális felmelegedés ügyével foglalkozik, és az újrahasznosítás áll a kézműves foglalkozás középpontjában. A föld, a környezet, az erdő és az erdészet témája várja csütörtökön a vendégeket. Pénteken állatos napot rendeznek a központi könyvtárban és a fiók intézményekben. Környezetvédelmi totó és faültetés is lesz szombaton, melyet sóstói kerékpártúra követ. Két új könyvtárpont is nyílik a napokban. Október 3-án a Mandai óvoda épülete mellett, a következő héten pedig a Borbányai Művelődési Ház egyik termében. Két helynek a berendezése az több mint 3 millió forint, és olyan helyeket kerestünk, ahol az önkormányzatnak vannak épületei. Több mint egy éve kezdtük el ezt a közös gondolkodást a könyvtárral. Ugye megígértük azt még korábban, én személyesen, még a közgyűlésen is, hogy olyan helyekre is viszünk kulturális lehetőséget, ahol nincsen, hogy ne kelljen mindig mindenkinek a városközpontba bejönnie. És igazgatóasszonyék ugye tényleg az örökös harcban az olvasókért folytatva ezzel a két helynek az ötletével kerest. Társasjátékok és mesekönyvek adják a mandai állomány nagy részét, de rendszeresen cserélődő könyvállomány, kölcsönzési lehetőség, folyóiratok és internet elérhetőség is rendelkezésre áll a város részek lakosainak. Az országos könyvtári napok a könyves vasárnappal zárul október 6-án, mely kreatív családi vetélkedőt, kismamás, kisbabás programot, a könyvtári legek díjátadóit és délután egy közönség találkozót kínál Peller Mariannal. Ingyenes beiratkozást és amnesztia hetet is jelent az országos könyvtári napok programja, melynek megnyitója után indul a folyamatos meseolvasás. Ovi foci évnyitót tartottak a Városi Stadionban. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Kora délelőtt a 4-es számú főútvonal Debreceni úti felüljárójánál egy haszonjármű nekiment a Járda-szigetnek, és mindkét kereke tönkrement. A jármű vezetője elmondta, hogy egy induló autóbusz leszorította. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont igen jelentős, az ügyben rendőri intézkedés történt. Hajnalban a 38-as számú úton Nyírtelek és Nyíregyháza között vadgázolás történt, egy vörös rókát ütöttek el. Az eseményt a gépjármű vezetője nem jelentette, de a Magyar Közút intézkedett a tetem elszállításáról. Pénteken és szombaton a Bethlen Gábor utcán a zebrák új festést kapnak, ezért az arra közlekedők torlódásra és hosszabb menetidőre számítsanak. Meghitt ünnepség keretében búcsúztatták kollégái és dr. Kocsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója, Posztonyáki János nyugállományba vonulása alkalmából. Köszönetet mondtak hosszú, kitartó és áldozatos munkájáért, és jó kívánságokkal látták el a nyugdíjas évekre. Ovi foci évnyitót tartottak a Városi Stadionban, több száz gyerek focizott a center pályán. A város összes óvodája részt vesz az Ovi foci programban. A szeptember akkor nem csak tanévkezdés, hanem évnyitó az Ovi fociban is. A Bozsik intézményi és egyesületi program keretében több mint 1400 gyerek focizik rendszeresen Nyíregyháza óvodásai közül. Ők léptek pályára a Városi Stadion center pályáján. A legutolsó sorban ott csak kis és középső csoportosok vannak, ha arra mentek, majd megállhatjátok, és őnekik annyi könnyítést adtunk, hogy csak egymással játszanak, mert ebben a korban az egymással való játék az jobban elmegy, mint ha idegen óvoda lesz, de a többi
pályákon, ott mindenütt úgy van, hogy más-más óvodákkal játszanak a csapatok. A Monbebé lassan 3 évtizede kezdett el óvodásokkal foglalkozni. Több olyan gyerek kezdte itt a pályafutását, akik azóta az NB1-ben, NB2-ben futballoznak. A Spari fiatal játékos a végső előd is ovi focival kezdte. Nagyon sok szeretetet adott, nagyon sok boldogságot. Kis gyerekként ugye mindenki próbálja csinálni, amit szeret, és én focizni szerettem mindig is, és nagyon örülök, hogy így most már profi szinten és a focival tudok foglalkozni. Nyíregyházán az elmúlt években több óvi focipálya épült, ami nagyban megkönnyíti az edzéseket. A héten újabb 3 pályát adtak át, melyeknek értéke több mint 50 millió forint. A tervek szerint jövőre az MLS támogatásával újabb műfüves pályák épülhetnek. Világbajnok labdarúgók érkeznek szombaton Nyíregyházára. A spanyol Carles Puyol és a brazil Cafu is tagball bemutatót tart a Continental Arénában. Az eseményen futsal mérkőzést is rendeznek nyíregyházi sportolók részvételével. Tagball bemutatóra kerül sor Nyíregyházán a Continental Arénában igazi sztár vendégekkel. A magyar fejlesztésű játék népszerűsítésének érdekében szerveznek a Szabolcsi megyeszékhelyen mérkőzéseket, és 2 világbajnok is pályára lép. Carles Puyol közel 600 alkalommal lépett pályára az FC Barcelona színeiben, 6-szoros spanyol bajnok, 3-szoros BL győztes és a spanyol válogatottal világbajnok lett. A legendás játékosa a Tech France csapatában egy futsal mérkőzésen is játszik a Nyíregyháza All Stars ellen. A csapattársak között van még egy világbajnok a brazil Cafu személyében. Az AC Milan csapatával bajnokok ligáját nyerő labdarúgó 142 alkalommal játszott a brazil nemzeti csapatban, és 2-szeres világbajnok. A tagball az egy magyar fejlesztésű és magyar gyártású innováció, amivel gyakorlatilag az ország különböző pontjaira szeretnénk eljutni, illetve a világ különböző pontjaira is, és Budapesten már megalakult az első sportegyesület is, és most egy vidéki roadshow-ba kezdtünk, és ennek az egyik állomása Nyíregyháza, hiszen egy nagyon sportos városról és egy sportos múlttal rendelkező városról van szó, és ezért szerettünk volna ide eljönni, és pont egybeesik Cafu és Puyol látogatása, és szerettük volna a nyíregyházi lakosokhoz, illetve sportszeretőkhöz is elhozni őket. A 2 sztár tagballban páros meccset is játszik, a magyar válogatott pedig Montenegro ellen lép pályára. A szeptember 28-ai esemény 16 órakor kezdődik, a nézők számára pedig ingyenes. És most nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. A Nyíregyházi Egyetemen tartotta a plenáris ülését a Magyar Rektori Konferencia. A felső oktatás aktuális ügyei mellett innovációs feladatokról és a magyar tudomány helyzetéről szóló beszámoló is a testület elé került. A fantasztikus 12. helyezést ért el a Nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Középiskola csapata a nyírádi 24 órás rallycross versenyen. Az iskola alapítványa vásárolt egy autót, amit a tanárok és a diákok közösen készítettek fel a megmérettetésre, és a derbin is tanár-diák cím által sarat. A bánkisok a legfiatalabb csapatnak járó külön díjat is elhozták, és páratlan módon egyedüli középiskolaként vettek részt az őrült futamon. Kulturális alapú gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatására hívták a megyében dolgozó közművelődési és turisztikai szakembereket. A konferenciát a Váci Mihály Kulturális Központban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Magyar Fesztivál Szövetség közreműködésével rendezték. A Nyíregyházi televízió híradóját látták. Szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!